Nagy az izgalom a backstage-ben. Ismerős, de a Big Band színpadán rég nem látott arcok suhannak el. Hallgatnak kicsit bele az utolsó próbába, és mosolyogva beszélgetnek egymással. Mert hát az idő fölöttük is eljárt, már csak emlék, igaz, nagyon szép, amikor még ők is hangszerrel a kézben várták, hogy megmutassák a nagy érdeműnek, a Szexárd Big Band nem véletlenül maradt, már 40 esztendő óta meghatározó formációja a hazai jazz életnek. Szóval egyrésztől nosztalgiázás folyik, míg a másik oldalon még az utolsó simítások zajlanak. Mert egy 40 esztendős ünnepi koncerten mindennek a helyén kell lennie. Büszke vagyok a fiatalokra, mert igazából ők már tanult, konzert végzett zenészek, és boldog az ember, hogy ilyen utódai vannak. Hogy emlékszel a régi Big Bandre? Hát egy csodálatos utazás volt. Az életem egy nagy része, 25 év. Csak kaptam ettől az egésztől, épültem tőle, nagyon, nagyon boldog vagyok, és még hogy nézhetem a fiatalokat ettől, meg aztán igazán fel vagyok dobódva, tehát jól érzem magam a bőrömben. Ugyanazt a műfajt, ugyanazokat a darabokat hallja az ember, hát biztos, hogy valamilyen szinten más, szóval, de hát ehhez idő kell, hogy az ember ilyet ki alakítson magába véleményt. Ilyenkor ahogy valakire ránézek, mindig a régi időszakok jönnek vissza elém, és hát így száguldoznak vissza az embernek a régi élményei. Hát ez marha jó. Az ember tele van nosztalgiával. Olyan embereket lát itt, akiket, hát akikkel együtt muzsikáltunk. Mikor is? 80-as években. Akkor kezdtük. Jó érzés, mert még mindig itt vannak, még mindig zenélnek, jó barátok, Környei Miki, Rudán Józsi, biztos kevesen tudják, hogy a Rudán Józsival 3 évig együtt muzsikáltam annak idején, a 80-as évek elején. Nem jazz játszottunk, ez igaz, de nagyon jó, nagyon kellemes élmény, nagyon jó. Jó szívvel gondolok vissza rá, remélem ő is. Ha már Rudán Joe szóba jött, ő volt az est sztár vendége, a mai 30 pluszos korosztály számára ő az egyik meghatározó rocklegenda. Túl van már élete javán, de a hangja nem romlott az évek során. Az igazság az, hogy éppen itt Szexárdon volt az a 80-as évek elején, közepe felé, hogy én énekeltem egy olyan zenekarban is, ahol ilyen dalok is azért a repertoáron voltak. Akkor én már jártam egy pécsi jazz énekesnőhöz ezt tanulni a Borna Missa Máriához, 18-19 évesen, tehát mindenki szimpatizáltam én az ilyen finomabb műfajokkal. Hát csak az élet úgy hozta, hogy ugye rockzenét kellett énekeljek. Az 55 éves jubileumi koncertemre volt egy ilyen jazzes blokk, ugye, amit a Kodály Központban volt, ugye most tavaly novemberben. Ott nagyon bejött ez a jazzes vonulat. Egyébként hozzá kell tegyem, hogy én a Harkány Big Bandben is énekelek most már több éve. Én olyan énekesnek érzem magam, aki szereti magát kipróbálni mindenféle műfajba. Tehát nem szeretem, hogyha beskatujázzák, de ez bármelyik zenészre értem én. Az, hogy nem jó, hogyha be vannak skatujázva. Ezt is ki kell próbálni, azt is ki kell próbálni. Ettől lesz az ember szerintem a stílusa sokszínű, tehát mindig is ilyen voltam, hogy kapkodtam, csapkodottam a zenekarok között is, meg a stílusok között is. Hát örömmel énekelek, és hát megtisztelő, hogy itt lehetek pont a Szexárd Big Band 40 éves születésnapján. Hát próbálok a lehető legjobban tudásom szerint énekelni. És persze vannak örök tagok. Pece Zsófia, amikor azt mondtam neki, kötelező a részvétel számára az esten, tiltakozott. Azt mondja, a szíve hozza haza muzsikálni. Én nagyon-nagyon szeretek itthon lenni, és nagyon szívesen éneklek az itthoni közönségnek. Azt gondolom, hogy ez mindig egy plusz dolgot ad számomra is, hogy a hazai közönségnek énekelhetek. Amikor egyszer régebben, pár évvel ezelőtt megkaptuk, hogy magyarul nem énekelek, azóta erre mindig figyelek. Itt azért olyan barátságok kötettek még réges-régen, amik azért azt gondolom, hogy megmaradtak. Itt nem mindenki beszél egymással szerintem olyan nagyon-nagyon gyakran naponta, de most itt mindenki fotózza a másikat, beszélgettek, ölelkeztek, jaj de jó, hogy látlak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy esemény lesz ez a mai. 40 éven át vezetni egy közösséget önmagában megsüvegelendő.
hiszen óhatatlanul kerülhet ennyi idő alatt vitákba az ember, de az idő egy nagy radír, és hál' Istennek inkább a rosszat törli, mint a szépet. Úgy tűnik, hogy olyan nosztalgia van a csapat régi tagjaival is, hogy még olyanok is eljöttek, hogy játszanak egyet velünk, akik egyébként megmondom őszintén nem számítottam. Ez jó, mert úgy néz ki, hogy ez egy 40 éves zenekar, egy ilyen csapatnál a sportban ilyenkor már az edzőket rég cserélni szokták, mert ugye nekem van egy ilyen arszpolitikám, hogy mindig a legjobbaknak kell a színpadon ülni, mindig, hogy a fociban is a legjobb 11 játszik mindig. Most ennek a dolognak óhatatlanul is akadnak olyan részletei, amikor nem mindenki ért egyet, de ilyenkor az edzőnek a szava számít nyilván. És úgy látszik, hogy ezeken túl tudunk lépni, és a meghívásunkat úgy tűnik, hogy örömmel fogadta el mindenki. Ez egy külön öröm számomra, hogy látom azokat a régi arcokat, akikkel itt az évtizedek során sokat dolgoztam. Egy évvel ezelőtt ismerkedtem össze Rudán Joe-val, akivel én csak úgy hallottam mindig jól, hogy a Csörgetavi Rock Fesztiválnak a hőse, és akkor kiderült, hogy olyan fejlődése, vagy nem tudom, mint menni keresztül, mert a rock az egy megint más műfaj, hogy egy kicsit a jazzhez közelít az elgondolása, és kiderült, hogy vannak olyan számok, amiket szívesen elénekelne velünk, és akkor ezt mi nagy örömmel vettük, és támogattuk a dolgot. Az örök megújuló Big Band öreg tagjai is nem reménykedhetnek abban, hogy 10 év múlva ismét együtt ülhetnek egy nagy közös ünnepi koncerten. Utánpótlás van bőven, és a jazz klasszikusain nem fog semmilyen zenei ízlés pusztító hatása sem.